Okos otthon modellek a szakképzésben. Ez volt az elnevezése annak a pályázatnak, amely keretében a Pécsi Cipernovszky Károly Műszaki Technikum egy tantermet alakíthatott ki. Ez az alaprajza az elképzelt háznak. A különböző helyiségeket fotók jelenítik meg. A beépített szerelvények, az okos otthonhoz szükséges eszközök azonban valóban be vannak építve a képek megfelelő helyére. Tulajdonképpen így lemodelleztünk egy kis családi házat. Amit ebben a rendszerben el lehet érni, a tanuló megismerkedhet azzal, hogy egyáltalán mire jó egy okosház, mit értünk az alatt, hogy okosház, tud azzal foglalkozni, hogy milyen ennek a villamos megvalósítási lehetősége, és ami a legfontosabb talán az, hogy megtanulja programozni, előkészíteni a működésre, majd pedig a vevői igényeknek megfelelően felprogramozni a lakást a működésre. Külön-külön is lehet kezelni például a világítást okos eszközökkel, vagy a redőnyt mozgatni így, de az okos otthon megvalósítása egy rendszer kiépítését jelenti, mondja az oktató. Valami központi egység vezérli ezeket az otthonunkon belül, és akkor mi nem kell egyesével nekünk ezeket az eszközöket külön-külön felprogramozni, hanem ezek összhangban működnek, és ahogy itt a kollégám mondta is az előbb, például egy olyan automatizmust végre tudunk hajtani, hogyha mi elmegyünk otthonról, az eszköz vagy a rendszer érzékeli, hogy mi nem vagyunk ott, az alapján, hogy igazából csak a telefonunk nincs otthon, és akkor, ha az nincs otthon, akkor leoltja a lámpákat, lehúzza a redőnyöket, és így tovább. Vagy ahogy megérkezünk, kedvenc zenénket indítja be, és így tovább. Számtalan lehetőség van a különböző megoldások összehangolására, rendszerbe foglalására. A villamos és az informatikai szakmák közös területe ez, ami már tanulható az iskolában, mondja az igazgató. Az okos otthon tananyag is. Egy olyan wifi rendszeren épülő okos otthont alakítottak itt ki a kollégák, ami egy tervezett ház, különböző szobáinak a működtetésére irányulnak. Ezek a projektek, amik itt megvalósultak az oktatásban és a technikus képzésben is fontos szerepet játszanak, mert tananyagként jelenik meg. Éppen ezért a kollégáim készítettek egy magyar és egy angol nyelvű tananyagot is ehhez a képzéshez, és ez is a projektnek a része. Egy Erasmus Plus projekt keretében valósították meg a Smart Home oktatóterem kialakítását. A pályázaton szerb, horvát, észt, litván iskolák vettek részt a magyar intézmény mellett. Az oktatóterem kialakítása mintegy 8 millió forintból valósulhatott meg.